Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy horoszkóp elemzése. Ezen a felvételen az indiai asztrológia és a mi asztrológiánk szerint, tehát összehasonlítom a két módszert. Ez a felvétel egy személyes elemzés Anivia részére. Kedves Anivia, üdvözöllek téged! Te nálam két horoszkópot rendeltél meg, az indiai számítás szerint és a mi asztrológiánk szerint. Én úgy gondoltam, hogy a kettőt most így összehasonlítom ebben a videóban. Először is azzal kezdeném, hogy amikor te megszülettél, a csillagkép fölötted, ez mutatja a te születési horoszkópodat, ezen nem változik semmi. Ez egy életút, amit a lelked kiválasztott. De te változol, és 7 évenként mindig van egy ilyen új ciklus. Nálad most indul egy új életút. Az indiai asztrológia szerint te most érzed az ikrek jegyét, a könnyűséget, az is lehet, hogy a következő 7 évben sok kapcsolatod lesz, vagy tanulsz valami újat. Itt érzed a levegő elemét, a szabadság érzetét és a könnyűségeket. Azon kívül a levegő eleme kihat a kommunikációra is, és ez arra utal, hogy nagyon sok vagy lesznek új kapcsolataid a következő években. Az indiai asztrológia szerint most van 7 év előtted, egy ilyen új ciklus, és itt hat az ikrek jegye. A mi asztrológiánk szerint belépsz most a rák jegyébe, és a következő 7 évben a rák jegye hat rád. Itt más témák állnak a középpontban. A legfontosabb téma a család, vagy család alapítás. A mi asztrológiánkban és az indiai asztrológiában is van 4 elem. A tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. Most megtekintjük, hogy melyik elem hat rád az indiai számítás szerint és a mi asztrológiánk szerint. Ezt csak Szaturnusz bolygóig nézzük meg, mert ezek a személyes bolygók, Uránusz, Neptun és Plutó nem tartozik ide. Az indiai számítás szerint nálad a tűz elemében van az aszcendentusod, Mars bolygó, Vénusz bolygó, Szaturnusz bolygó. A föld elemében van a holdad, a levegő elemében van a nap és Jupiter bolygó, és a víz elemében van nálad Merkur bolygó. A tűz eleme dominál, ez mutatja a lelkesedésedet és a bátorságodat, de mind a 4 elemből hat rád valami. A tűz eleme mutatja a bátorságot, lelkesedést, a föld eleme adja a biztonság érzetét, vagy mutatja a reális dolgokat, a levegő eleme mutat a könnyűségekre, és a víz eleme az érzésekre.
A mi asztrológiánk szerint a tűz elemében van az aszcendentusod, Merkur bolygó, Vénusz bolygó, Szaturnusz bolygó, a Föld elemében van a Hold és Mars bolygó, a víz elemében van a Nap és Jupiter bolygó, hiányzik a levegő eleme, hiányzik a könnyűség. De ez arra is utal, hogy nem könnyű neked valamit úgy kifejezni, ahogy azt mondani szeretnéd. Vagy az érzelmekről, vagy reális dolgokról, vagy pénzügyi dolgokról. Ezt a levegő elemét te másoktól kapod, ez jön kívülről. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, egy bizonyos jegy felkelt a keleti határon, ez olyan, mint egy napkelés. Természetesen, ha ebben az időpontban születtél volna, akkor itt lenne a napod. De mi most azt tekintjük meg, hogy melyik jegy kelt fel ebben a pillanatban a keleti határon. Itt is van különbség az indiai asztrológia és a mi asztrológiánk között. Az indiai számításnál ebben a pillanatban, amikor te megszülettél, a nyilas jegye volt a keleti határon. Ez a te aszcendentusod, és a nyilas jegye uralkodik az első ház, vagy az első életterület fölött. Ez az első életterület mutatja a te külsődet, a te fellépésedet és a személyiségedet is. A nyilas jegye, így az indiai számítás szerint, nem csak a születésed pillanatában hatott rád, hanem az elkísér téged az életutadon. Az indiai számítás szerint itt az aszcendentusodon, vagy az első életházadban nincs bolygó. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. Az aszcendentusod az Uttara Sada holdházban található. Ez a holdház kihat a külsődre, a személyiségedre, vagy közel áll hozzád. Mert ez a holdház segít neked abban, hogy megtaláld a személyiségedet, vagy meglegyen a fellépésed. Uttara Sada holdház mutatja azt, hogy te egy magas személyiség vagy, higgy ebben, legyenek céljaid, magas céljaid, mert te ezt el tudod érni az életedben. Te megbecsülést fogsz kapni másoktól, és ezt megérdemelted. Tehát kell, hogy mások respektáljanak téged. Visszatérve a nyilas jegyére. A nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, ez mutatja a te lelkesedésedet, de a szíved melegségét is, a te kisugárzásodat. A nyilas jegye nagyon mozgékony, az utal arra, hogy te szereted az utazásokat, vagy a sportot, de ez az utazás lehet egy belső út is. Az azt jelenti számodra, hogy keresel egy belső utat is. A nyilas jegye mutatja az irányt, mégpedig a mi galaxiánknak, a tejútnak a
központját. Spirituálisan ez azt jelenti, hogy itt vannak a kívánságok, az álmok. És ha ez az irány nálad, és téged ez lelkesít, akkor mindig jó úton vagy. A mi asztrológiánknál is van aszcendent, és vannak házak, tehát életterületek. Az aszcendent ugyanazt jelenti, mint az indiai asztrológiánál is, melyik jegy kel fel a keleti határon, abban a pillanatban, amikor te megszülettél, és ez kihat a külsődre, kihat a személyiségedre. Ez nálad a mi asztrológiánk szerint 13 grád a bak jegyében, ezzel indul az első életterület, vagy első ház. Tehát ez a 13 fok a bak jegyében a te aszcendentusod. És ezzel indul az első életház, és ez az első életház eltart a halak jegyéig. Az azt jelenti számodra, hogy a vízöntő jegye itt be van szorítva. Mert a halak jegyével indul a második életház, de a bak jegye között és a halak jegye között van a vízöntő jegye, és az itt be van szorítva. Az bizonyos szorongásokra utal, és ez kihat a te belsődre, mert nem tudod a személyiségedet kimutatni. Ez abból adódhat, hogy az aszcendentusod a bak jegyében található, és a bak jegye néha szigorú. Az lehet, hogy a gyermekkorodban, az ifjúságodban nem tehetted meg azt, amit te szerettél volna. Voltak nehézségek is, és voltak korlátozások. Felnőtt korban a bak jegye segít neked abban, hogy ne add fel, hogy elérd a céljaidat, hogy téged komolyan vegyenek. Viszont gondolj arra, hogy a vízöntő jegye itt be van szorítva nálad, és a vízöntő jegye ki akar innen szabadulni. Akkor szabadnak érzed magad, és éled a személyiségedet. Ügyelj a levegő elemére, mert a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, tehát kell neked a szabadság érzete és a könnyűség. A vízöntő jegyénél figyelembe kell azt is venni, és ez kihat a te személyiségedre, akkor is, ha ez így el van nyomva, te más vagy, mint mások. Éld a személyiségedet, mutasd azt kifele, és ezért neked nem kell bocsánatot kérni másoktól. Te nem olyan vagy, mint mások. Nem is szeretnél olyan lenni, mint mások, és pontosan ez a te egyéniséged. Ezt az érzést nem kell, hogy elnyomd, hanem éljed ezt, mert ez hozzátartozik a te személyiségedhez. És így látnak mások téged, tehát érezd ezt is. Ez számodra fontos, mert így érzed szabadnak magadat. És most áttérünk a második életházra, először az indiai számítás szerint. Ez a második életház,
a vagyoni dolgokra utal, és az értékekre. Ez lehet belső érték is. Az indiai számítás szerint itt ebben a kettes életházban van nálad a bak jegye. A bak jegye a föld eleméhez tartozik. A föld eleme nem csak a reális dolgokra utal, hanem pénzügyi dolgokra is. Vagy a biztonság érzetére. A bak jegye fölött Szaturnusz bolygó uralkodik. Az, hogy hol van a te horoszkópodban a Szaturnusz bolygó, mutat egy irányt, ahol neked értékek vannak, vagy ahonnan pénz jön. A te születési horoszkópodban Szaturnusz bolygó az oroszlán jegyében van, és a 9-es életházban. Az oroszlán jegye utal sikerekre, és a 9-es életház mutat külföldi utakat, külföldi kapcsolatokat, az lehet kereskedelmi kapcsolat is, de ez az út, ez az utazás lehet egy belső út is. Legyél magabiztos, bízz magadban, és légy annak tudatában, mennyire értékes vagy. Ha ezt így érzed, az kihat az anyagiakra is. A bak jegye a fiatal években vagy a gyermekkorodban szigorú. Az utal arra, hogy te nem kaptál meg mindent, amit annak idején te szerettél volna. Itt voltak korlátozások. Előfordulhat az is, hogy annak idején mások nem mutatták neked az értékeidet. Viszont felnőtt korban, később is a bak jegye segít neked abban, hogy jó anyagi körülmények között élj. De itt van egy lecke. Mégpedig az, hogy legyél biztos abban, hogy te értékes vagy. És kell, hogy mások így bánjanak veled. Itt a kettes életházban a bak jegyében nincs bolygó a horoszkópodban, viszont itt mozog ez évben, meg jövőre is az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygó, és az kihat a sorsodra. Itt pénzügyi dolgokról van szó, de értékekről is. A te belső értékedről. Most elmagyarázom a kettes életházat, vagy életterületet a mi asztrológiánk szerint. A mi asztrológiánk szerint ez az életterület nyílik a halak jegyével. Ez olyan, mint egy kapu, ami itt kinyílik. Tehát dominál a kettes életház felett. A kettes életház jelentése ugyanaz, mint az indiai asztrológiában. Itt pénzügyi dolgokról van szó, anyagi helyzetről, értékekről és a belső értékről. Mint mondtam, a halak jegyével indul, de ezen az életterületen nem csak a halak jegye található, hanem a kos energiája is.
Tehát mindkettő kihat az anyagi helyzetre, mindkettő kihat az értékekre. A halak jegye a víz eleméhez tartozik. A víz eleme szimbolizálja az érzéseket. A halak jegyében két hal van, a déli és az északi hal. Ők más fele mutatnak. Itt érzésekről van szó. Az egyik irány jelzi a félelmeket. A másik pedig biztos abban, hogy a víz eleme őt segíti. Megerőltetések nélkül, ezzel a biztonság érzetével, itt árad valami, és az mutatja a gazdagságot, a jólétet. De nem csak az anyagiak terén, hanem a belső gazdagságot is, és a belső nyugalmat, ezt az erőt. Ha ez nálad sikerül, és bízni tudsz ebben félelmek nélkül, biztos vagyok benne, hogy jólétben, gazdagságban fogsz élni. Viszont itt a második életházban van a kós jegye is. A kós jegye nem dominál, de hat rá, kihat az anyagiakra. Természetesen a kós jegye mutat bátorságot, de van egy kis rizikó benne. De azt is jelentheti, hogy kicsit türelmetlen vagy, amíg az anyagiak javulnak, vagy küzdesz az anyagiak miatt, és elveszíted ezt a bizalmat, amit a halak jegye közöl veled. A kos jegyénél előfordulhat az is, hogy meggondolatlan döntéseket hozol, vagy meggondolatlanul vásárolsz valamit, amit később megbánsz. Itt a kettes életházban található a lefele haladó holdcsomó. Az egy kármikus csomó, és mutatja a múltadat. Azt, amit te a korábbi életben átéltél. Ez a halak jegyében van, ez a lefele mozgó holdcsomó a kettes életházban. Itt a halak jegyénél érzelmekről van szó, és mint mondtam, itt van két irány, az egyik a félelmek, a másik pedig a bizalom. Én úgy gondolom, hogy te a korábbi életedben pénzt veszítettél, és emiatt vannak még félelmek, és itt kell, hogy megtanuld, hogy te értékes vagy, és vedd birtokodba az értékeket, fogadd el ezt másoktól, és bízz abban, hogy jó anyagi körülmények között élsz, és félelmek nélkül. Ez lehet egy belső harc is, de itt tudsz győzni, ebben segít neked a kós energiája. És most átlépünk a hármas életházba. Most visszatérve az indiai számításra, a harmadik életház. Itt van az élet iskolája. Ebben a harmadik életházban van nálad a vízöntő jegye, amit neked tanulnod kell, ez a személyiséged, hogy te különleges vagy, és más, mint mások. Ez az élet iskolája, ez a leckéd itt ebben a harmadik életházban.
Ez a harmadik életház mutatja a képzéseket is, és a vízöntő jegyénél egy ilyen különleges területre utal. Itt ebben az életházban nincs bolygó a születési horoszkópodban, viszont jelenleg itt mozog Neptun bolygó, és mutatja azt, hogy éld az álmaidat, legyenek terveid, reményeid. És most áttérek a mi asztrológiánkra. Mi maradunk még a hármas életháznál, a jelentése ugyanaz, mint az indiai asztrológiánál. Ez a harmadik életház a kos jegyével indul. Tehát a kos jegye dominál ezen az életterületen. De nem csak a kos jegye található itt, hanem a bika jegye is. Itt a harmadik életházban van Chiron. Chiron az egy kis bolygó vagy aszteroid, de van egy nagy jelentősége, mégpedig az, hogy mutatja azt, ahol fáj, ahol fájdalmak vagy fájdalmas emlékek vannak. És ez utal a gyermekkorodra, ahogy te az iskolát annak idején átélted. Az lehet, hogy nehéz volt, vagy más gyermekek nem fogadtak téged el, már ott kellett volna bebizonyítani azt, hogy különleges vagy, vagy más vagy, mint a többi gyermekek. De nem kell ezen most rágódni, hanem ezt megújítani. Ez a kis bolygó Chiron nem csak azt mutatja, hogy hol fáj, hanem hol van gyógyulás. Neked itt gyógyulás kell, és ezek az iskolai emlékek, mert az fáj. Az egy lelki fájdalom. Chiron segít ebben, mert gyógyít. Az is lehet, hogy téma gyógyítás érdekel téged, és itt lesz nálad képzés. Mert itt iskolákról, képzésekről is van szó. Most visszatérek az indiai asztrológiára, és bepillantunk a negyedik életházra. Ez a negyedik életház utal az őseinkre. Arra is, hol szeretnénk legyökerezni. Ez a negyedik életház olyan, mint egy fának a gyökere, mint mondtam, ahol mi legyökerezünk. És segít abban, hogy legyen tartásunk. Vagy ez ad nekünk egy olyan életerőt, amire mi építhetünk. Azon kívül ez a negyedik életház jelenti az otthonodat is. A te horoszkópodban, itt a negyedik életházban a halak jegye található. A halak jegye a víz eleméhez tartozik. Itt állni, tudni nem könnyű. Ez csak akkor sikerül, ha figyeled az érzelmeidet, és ha félelmeid vannak, azon átteszed magadat, és érzed belülről a biztonság érzetét. Akkor így belülről le tudsz gyökerezni. Ez neked a belső erőd. Ami az otthonodat illeti, te szereted a szépet, de a halak jegye arra utal, hogy nincs mindig rend, néha elúszik úgy minden, de ez nem baj, mert te így jól érzed magad, ennek ellenére nagyon otthonos
és szép. Itt van a születési horoszkópodban a lefele mozgó hold csomó két tó, ami a múltadat jelenti. Azt, amit te átéltél a korábbi életedben. Az arra utalhat, hogy neked fontos volt egy olyan helyet találni az életedben, ahol azt mondhatnád, igen, ide tartozom, itt érzem ezt a biztonság érzetét, itt akarok legyökerezni. Lehet, hogy ezt megtaláltad, de az is lehet, hogy belülről még mindig keresed ezt a helyet, ami téged megnyugtat, ahol te jól érzed magad. Azon kívül, ez a négyes életház az otthont jelenti, előfordulhat az is, hogy a korábbi életedben otthon voltál, és nem tudtad a hivatásodat élni. Viszont ez a hivatás hív téged. Most áttérek a mi asztrológiánkra, és maradunk ennél a négyes életháznál. A jelentése ugyanaz, mint az indiai asztrológiánál én közöltem. Itt ebben a horoszkópban, tehát a mi asztrológiánk szerint ez az életterület nyílik a bika jegyével, és még van az ikrek jegye is benne. Itt ebben az életházban nincs bolygó, a bika jegye arra utal, hogy szükséged van a biztonság érzetére, az anyagi biztonságra is, az otthonod szép és kényelmes, és az ikrek jegye pedig azt mutatja, hogy kell a levegő eleme, az arra utal, hogy tágas legyen minden, és világos. Kell a napfény, a világosság, vagy szereted a világos színeket. Ami érdekes lehet nálad, a bika jegye nem szereti a változásokat. Inkább azt szeretné megtartani, amit jól ismer. Az ikrek jegye viszont élvezi, ha változások vannak. Ez kihat nálad az otthonodra. Szerintem nálad az a fontos, hogy megtaláld a helyedet, az otthonodat, de mindig van változás a lakásodban, új bútorok vagy új színek. És most visszatérek az indiai asztrológiára, és bepillantunk az ötös életházba. Itt ebben az ötös életházban vannak a gyermekek és a gyermekkori élmények. Azon kívül a szabadidő. Itt tanulunk valamit a gyermekektől, mégpedig élvezni az életet, olyan játszadozva. Ebben az életházban van a pódium, ahol mi a fő szerepet játsszuk. A te horoszkópodban, az indiai számítás szerint itt van a kos jegye, de nincs itt bolygó. A kos jegye arra utal, hogy gyermekkorodban meg kellett, hogy védjed magadat, ez egy kihívás volt, de utalhat arra is, ha gyermekeidről, vagy később unokáról van szó, hogy itt egy fiú gyermek van, mert Mars bolygó uralkodik a kos jegye felett. És most áttérek a mi asztrológiánkra, eszerint a számítás szerint itt az ötös életházban van az ikrek jegye, az mutatja a
fiatalos kisugárzásodat, jelenti a könnyűséget is, minden olyan játszadozva történik. Itt ebben az életházban nincs bolygó. És most visszatérek az indiai számításra, és belépünk a hatos életházba. Itt ebben a hatos életházban vannak az egészségügyi témák, a betegségek is, azon kívül a munka. Az indiai számítás szerint itt van nálad a bika jegye, és ebben az életházban nincs bolygó. A bika jegye arra utal, hogy számodra nagyon fontos egy biztos munkahely, és te nem szeretsz változtatni ezen. De jól szeretnéd érezni magadon kényelmesen, ha ez nem így van, akkor az betegít téged. És most áttérek a mi asztrológiánkra. A mi asztrológiánk szerint ebben a hatos életházban ugyanúgy, mint az indiai asztrológiánál, itt található a munka és az egészségügyi dolgok. A te horoszkópodban itt a rák jegye található, itt érzelmekről is van szó, mert a rák a víz eleméhez tartozik. Neked fontos, hogy te jól érezd magad a munkahelyeden. Ez kell olyan családias legyen. A mi asztrológiánk szerint itt található nálad a nap és Jupiter bolygó. A nap jelenti, hogy mennyire fontos neked a munkád, az is, hogy jól érezd magad, és Jupiter bolygó hozza neked a szerencsét. És most áttérek az indiai számításra, mégpedig bepillantunk a hetedik életházba. Ez a hetedik életház utal a szerelmi dolgokra, a házasságra, a párkapcsolatra. Itt található nálad az ikrek jegye, és a napod azon kívül Jupiter bolygó. A nap mutatja, mennyire fontos számodra a párkapcsolat. Jupiter bolygó hoz neked szerencsét, és az ikrek jegye a lehetőségeket, a könnyűségeket, és minden olyan játékos, ez kell is, ez a lelkesedés, azon kívül utal a kommunikációra, az intelligenciára is. Most a mi asztrológiánk szerint ez a hetedik életház. Ugyanúgy, mint az indiai asztrológiánál a párkapcsolatra utal. Ez a hetedik életház nyílik nálad a rák jegyében, és eltart a szűz jegyéig. Közte van az oroszlán jegye, be van szorítva. Itt szorongások vannak, tehát nem tudsz feloldódni a párkapcsolatban. Viszont fontos lenne az oroszlán jegyét kibontakoztatni, mert akkor érzed szabadnak magad a szerelmi élet területein. Mert akkor érzed magad szabadnak a szerelmi élet területén. Így tudnád élvezni a párkapcsolatot. Azon kívül az oroszlán jegyében található Merkur bolygó, ami utal az ifjúságodra, meg a gyermekkorodra is, azon kívül Merkur bolygó szimbolizálja a kommunikációt. Itt található Vénusz bolygó, ez
utal a te nőiességedre, és Vénusz bolygó a szerelem bolygója, tehát kihat itt a párkapcsolatra, és Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó az nagyon szigorú és konzervatív. Szaturnusz bolygó mutat korlátozásokat. Itt nem csak Szaturnusz bolygó mutat korlátozásokra, hanem az oroszlán jegyében, itt a hetes életházban minden be van szorítva. Ez is korlátozásokra mutat, vagy a szorongásaidra. Gyakran egy új kezdetnél. Itt ügyelj az oroszlán jegyére, te vagy a középpontban, te vagy itt a királynő. Érezd magad szabadnak, feszültségek nélkül. Az is lehet, hogy ez a lecke, mert Szaturnusz bolygó gyakran megleckéztet bennünket. És most áttérek az indiai számításra, és belépünk a 8-as életházba. Ezt a 8-as életházat halálnak nevezzük. Természetesen utalhat halálesetre, vagy egy örökösödési ügyre is, viszont amit inkább ez az életház mutat, és ez a jelentése, hogy bizonyos dolgoktól el kell, hogy távolodjunk. Más dolgokat viszont kell, hogy birtokba vegyünk. Itt gondolatokról van szó, érzelmekről van szó, kapcsolatokról van szó, vagy bizonyos tárgyakról, mint például bútor, vagy ruhák, attól is néha el kell búcsúznunk, azon kívül bizonyos helyekről elgondolkozni azon, hol érezzük jól magunkat, vagy hol nem. Ebben az életházban mi kitakarítunk. Mindaz, ami bennünket nyomaszt, vagy kellemetlen, attól eltávolodunk, ami kellemes, azt megtartjuk. Ez a 8-as életház mutat hivatalos dolgokra is, gyakran összekapcsolódik ez pénzügyi dolgok. Mint például bank vagy adóhivatal, és ezeken kívül ide tartozik még egy téma, a szexualitás. Az indiai asztrológia szerint itt van nálad a rák jegye és Merkur bolygó. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, és az szimbolizálja az érzelmeket. A rák érzi, hogy mi kell, vagy mi nem. Tehát hallgass a belső hangodra. Merkur jegye tanít téged. Merkur hatása alatt tanulunk valamit. Azon kívül Merkur bolygó szimbolizálja a kommunikációt. És itt ebben a 8-as életházban elgondolkozhatsz azon, mit kell, hogy kimondj, vagy vannak helyzetek, amikor jobb, ha hallgatsz. A belső hangod segít neked ebben. És most áttérünk a mi asztrológiánkra, és maradunk ennél a 8-as életháznál. A jelentése ennek a 8-as életháznak ugyanaz, ahogy én elmagyaráztam az indiai asztrológiánál. A mi asztrológiánk szerint itt van nálad a szüzek jegye, és ebben van a holdad, Mars bolygó,
Plutó bolygó és a felfele mozgó holdcsomó Ráhu. A szűz jegye azt közli veled, hogy itt kell, hogy rendet tegyél. Ez utal a gyógyulásokra is. A szűz jegyénél vannak ilyen gyógyító hatások. A hold itt ebben a 8-as életházban mutatja a te érzéseidet. Mars az lehet egy férfi, és itt ennél a 8-as életháznál vannak testi kapcsolatok is, de Mars bolygó jelenti a tetteket, itt kell, hogy tegyél valamit. Plutó bolygó uralkodik a szexuál energia fölött, tehát ez egy fontos téma itt. Plutó bolygó jelenti számodra azt is, figyelj ide, mert neked ez fontos, ez az életterület és a szűz jegye. Itt található a felfele mozgó hold csomó, ami utal kármikus témákra, egy sorsút, egy életút, amit a te lelked kiválasztott, de nem ismer. Ez a terület számodra újdonság. De viszont kell, hogy uralkodj ezen a területen, mert ennek van gyógyító hatása, és pontosan ez, ami téged, a te lelkedet felszabadít. És most áttérek az indiai asztrológiára, és bepillantunk a 9-es életházba. Ez a 9-es életház utazásokra utal, külföldi kapcsolatokra. De ez lehet egy belső út is. Az indiai számítás szerint itt van nálad az oroszlán jegye, és ebben Mars bolygó, Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó. Az oroszlán jegyénél fontos, hogy ez áll a középpontban, és ez a kisugárzás. Egy fontos életterület. A Mars bolygó az mutatja a te erődet, a te energiádat, de azt is, hogy itt ezen az életterületen találkozol egy férfival, vagy egy külföldi utazásnál, vagy ez a férfi külföldről származik, vagy ti ketten sokat utaztok. A Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, és a szerelmet is. Szaturnusz bolygó a fiatal korban megleckésztett bennünket, viszont később segít abban, hogy valami kialakuljon. Kihat a sorsra is. Tehát a sors utad téged külföldre vezet, de ez lehet egy ilyen belső út is. És ez a sors út kihat a szerelmi élet területére, mert itt van nálad Mars és Vénusz. Most áttérek a mi asztrológiánkra, de mi maradunk a 9-es életháznál. Ugyanúgy, mint az indiai asztrológiánál, ez a 9-es életház utazásokra vagy egy belső útra utal. A mi asztrológiánk szerint itt nyílik ez az életház a mérleg jegyével. A mérleg jegye mutatja a kellemes dolgokat, utal párkapcsolatra is. A levegő eleméhez tartozik, és az a könnyűségeket jelenti.
Nem csak a mérleg jegye van ebben az életházban, hanem a skorpión jegye is. A skorpión jegye a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. A mi asztrológiánk szerint itt található egy visszafele tekintő Uránusz bolygó. Ez a visszatekintés gyakran a múltat vagy kármikus témákat jelent. Uránusz kihat erre az életterületre, itt vannak változások, meglepetések, ez valami különleges számodra. És most visszatérek az indiai asztrológiára, és bepillantunk a 10-es életházba. Ez a 10-es életház a legmagasabb pont a horoszkópban, és mutatja a célokat, a magas célokat, a hivatást és a nyilvánosságot. Az indiai számítás szerint itt van nálad a szűz jegye, tehát itt rendben van minden. Ha hivatásról van szó, a szűz jegye mutathat területekre, ahol gyógyításról lehet szó. Itt ebben a 10-es életházban a szűz jegyében van nálad a hold, Plutó bolygó és a felfele mozgó holdcsomó. A hold utal a te érzelmeidre. Az kicsit olyan visszahúzódó a szűz jegyében. A Plutó bolygó mutatja a belső erődet, azt is, hogy ez az életterület vagy a szűz jegye számodra nagyon fontos, és a felfele mozgó holdcsomó, ez egy kármikus út, amit a te lelked kiválasztott, viszont nem ismer. Itt ki kell, hogy ismerd magadat. Ez egy új út számodra. Ez lehet a hivatás, a nyilvánosság, vagy a célok elérése. És most áttérek a mi asztrológiánkra, de maradunk ennél a 10-es életháznál. Ez a 10-es életház a mi asztrológiánkban ugyanazt jelenti, mint ahogy én elmondtam az indiai asztrológiánál. Tehát itt hivatásról van szó, a nyilvánosságról és a magas célokról. Amit még szeretnék mondani, vannak ilyen pontok a horoszkópban. Ezt úgy nevezzük, hogy arab pontok. A legismertebb a fortuna, ami szerencsét hoz. A te horoszkópodban ez a szerencse pont a 9-es életházban található, ami utazásokra és külföldi kapcsolatokra utal. De most visszatérve a 10-es életházhoz. A mi asztrológiánk szerint ez az életház a skorpión energiájával nyílik. A skorpión a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről is szó van. Ha szeretnéd a hivatásodat élni, a céljaidat elérni, akkor ne félelmekkel kezdj, hanem tedd túl ezen magadat. Figyelj oda az érzelmeidre. Nem csak a skorpión energiája van itt ebben a 10-es életházban, hanem a nyilas is. A nyilas az a tűz eleméhez tartozik, jelenti a bátorságot, a lelkesedéseket is, és a nyilas utal külföldi utazásokra is.
az lehet, hogy külföldön lesznek ilyen kapcsolatok, ilyen kereskedelmi kapcsolatok, vagy külföldi kapcsolatok kihatnak a hivatásodra, de ez lehet egy belső út is, amit nem csak a 9-es életház szimbolizál, hanem a nyilas jegye is. Itt ebben a 10-es életházban nincs bolygó. És most visszatérek az indiai asztrológiára, és betekintünk a 11. életházba. Itt ebben a 11-es életházban vannak a barátságok, vagy csoportok, találkozások másokkal. Itt ebben a 11-es életházban vannak a remények is. Az indiai számítás szerint itt van nálad a mérleg jegye, kellemes találkozások. Azon kívül jó barátságok. Viszont jelentheti azt is a barátságoknál, hogy te nem szeretnél senkit megsérteni. Vagy ha valamit mondasz, ami másoknak kellemetlen lehet, akkor ezt megbánod, és előfordulhat, hogy lelki ismeretfurdalásod van. Itt ebben a 11. életházban a mérleg jegyében található egy visszatekintő Uránusz bolygó, ami a múltra utal, vagy kármikus témákra. Uránusz jelenthet itt változásokat, szokatlan dolgokat, meglepetéseket is. Mivel ebben az életházban van a remény, és a mérleg jegye szimbolizál párkapcsolatot, az lehet, hogy ez a kívánságod, és bízzál ebben. És most áttérek a mi asztrológiánkra, és maradunk a 11. életházban. A 11. életház jelentése ugyanaz, mint az indiai asztrológiánál, itt barátságokról van szó, vagy bizonyos csoportokról, azon kívül a reményről. A mi asztrológiánk szerint itt van nálad a nyilas jegye. A nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, és ez utal a lelkesedésekre. Te szeretnéd mindig kibővíteni a baráti körödet. Az is lehet, hogy vannak kapcsolatok külföldről. Itt ebben az életházban a nyilas jegyében található egy visszafele tekintő Neptun bolygó. Neptun utal az álmokra, viszont Neptun hatása alatt gyakran csalódások vannak, és ez azt jelenti itt ebben az életházban, légy óvatos a baráti körödben, mert te nem bízhatsz mindenkiben. Neptun bolygó visszatekintő, tehát itt vannak nálad emlékek is. Az is lehet, hogy a korábbi életedben csalódott voltál, és most túl óvatos vagy. Te szeretnél barátokat, de előfordulhat, hogy nem engeded azt meg, hogy túl közel álljanak hozzád. Mint ahogy említettem, ebben az életházban vannak a remények, és Neptun bolygó mutatja az álmaidat. Higgyél abban, hogy ez megvalósítható. És most visszatérek az indiai számításra, és belépünk a 12. életházba. Itt
ebben a 12-es életházban vannak a titkok. Egy titkos párkapcsolat, titkos találkozások, de a titkaid is. Minden olyan titokzatos. Itt ebben a 12-es életházban van az ellenség is. Gyakran így a hátunk mögött történnek ezek a támadások. Tehát minden olyan titokzatos. Az indiai számítás szerint itt van nálad a Skorpión jegye, és itt a Skorpión jegyében egy visszafele tekintő Neptun bolygó. A Skorpión jegye imádja a titkokat, és betekint a mélybe. A Skorpión jegye a víz eleméhez tartozik, és ez érzéseket mutat. Ez a 12-es életház mutatja nem csak a titkokat, hanem kármikus témákat is. És így beletekinthetsz a mélybe, amit érzel is. Neptun bolygó visszatekintő, tehát mutatja a múltad, a csalódásokat is. Az előfordulhat, hogy emiatt óvatos vagy, vagy vannak félelmeid. Viszont megvan a tehetséged arra, hogy betekints oda, amit mások nem látnak. Mert megvan ez az érzésed. Ismered a titkokat. Én most áttérek a mi asztrológiánk területére, és maradunk ennél a 12-es életháznál. A jelentése ugyanaz, mint ahogy az indiai asztrológiánál én ezt mondtam, de ehhez még jön valami, ami szintén fontos ennél a 12-es életháznál, mégpedig a visszahúzódások. A mi asztrológiánk szerint nyílik ez az életterület a nyilas jegyével, de nem csak a nyilas jegye található ebben az életházban, hanem a bak jegye is. A nyilas jegye dominál, de hat rád a bak jegye. A nyilas jegye szereti a mozgásokat, viszont itt a 12-es életházban visszahúzódásról van szó. A bak jegye közli veled, hogy nálad néha ez nagyon fontos. Akkor, amikor a te terveidet meg szeretnéd valósítani, légy visszahúzódó, gondold át a dolgokat, és higgyél abban, hogy ezek a tervek megvalósíthatóak, de légy türelmes hozzá. Most visszatérek újra az indiai asztrológiához, mégpedig szeretnék beszámolni a holdházakról. Az indiai asztrológiában vannak ezek a holdházak, a mi asztrológiában nincsenek. A napod a Punarvasu holdházban található, ez Sirius csillag hatása alatt áll. Sirius csillag a legvilágosabb csillag az égen, és ez mutatja a kisugárzásodat. Ez olyan, mint egy kristály, vagy mint egy gyémánt. A holdad az Uttara Palguna holdházban található, és ez azt jelenti számodra, hogy megvan az erőd, a képességed ahhoz, amit te tervezel, hogy azt megvalósítsad. Így hozod rendbe az életedet. A Vénusz bolygód a Makha holdházban található, és ez a Makha holdház egy ilyen királyi kisugárzást jelent.
ez abból adódik, hogy Magha holtház a Regulus csillag hatása alatt áll, és ez a Regulus csillag jelenti az uralkodókat, a királyokat. És ez jelenti a fellépésedet, a kisugárzásodat, a nőiességedet, és valaki számára te vagy a királynő. Ami egy horoszkópot elemezünk, meg kell azt is tekinteni, hogy milyen kapcsolatban állnak a bolygók. Az indiai számítás szerint a napod összeáll a Jupiter bolygóval együtt hatnak, ez azt jelenti, hogy nap és Jupiter bolygó egy konjunkciót alkot. Ez jelenti a belső nagyságodat is, és a szerencsét. A hold egy jó kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval és Vénusz bolygóval, ez kihat az érzelmeidre, a szerelmi életedre. Vénusz bolygó egy kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval, megint egy úgynevezett konjunkción együtt hatnak. Szaturnusz bolygó kihat a sors útunkra, őrzi a kármikus témákat, néha megleckésztet bennünket. Szaturnusz bolygó kihat a nőiességedre, a párkapcsolatra. A fiatal korban ez nehézségeket, korlátozásokat mutat. Később Szaturnusz bolygó segít neked abban, hogy érezd a biztonság érzetét a párkapcsolat területén. Mars bolygó egy kvadrát aspektusban áll Neptun bolygóval. Mars jelentheti a férfit, és mivel Neptun bolygó nálad visszatekintő, utal a múltatra, a csalódásokra, Neptun bolygónál gyakran csalódásokról van szó, és mivel te ezt átélted a múltban, kicsit óvatos vagy, vagy vannak félelmeid. És a mi asztrológiánk szerint ezek a kapcsolatok ugyanúgy vannak, mint ahogy itt most az indiai asztrológiánál én ezt elmondtam, de más jegyből van a hatás. Kedves Anivia, így tudtam a horoszkópodat összehasonlítani az indiait a mi asztrológiánk szerint. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.